9. Szebeni Hungarikum napok. Nagy Szeben, 2018. július 5-8. A Híd Szebeni Magyarok Egyesülete 9. alkalommal szervezte meg a gulyásfőző versenyt. A már hagyományosnak számító főzőversenynek az Astra Nemzeti Múzeum Szabadtéri Falu Múzeuma adott otthont. Több magyar nagyváros is képviseltette magát Nagyszebenben, ahol a nyíregyházi, pécsi és a szolnoki csapaton felül a keceliek is megmutathatták, milyen gulyást tudnak főzni. A versenyre 38 csapat nevezett be. Az első napon csütörtökön 19 órakor könyvbemutatót is tartottak a Habitus könyvesboltban, ahol Kovács Géza Erdélyi Városok Nagy Szeben című könyvét ismerhette meg a közönség. Az Erdélyi Városok sorozat első könyve a Nagy Szebeni úti kalauz. 2007-ben Nagy Szeben Luxemburggal közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ismét felkerült Európa turisztikai térképére. 2017-ben több mint 500 000 turista látogatta meg a várost. Kovács Géza ezért gondolta, hogy talán igény lenne egy nagy szebeni modern úti kalauzra, amely a kötelező látnivalók bemutatásán kívül igazi társ lehet, akár a családi programszervezésben is. Kedves Hungarikum napok vendégei! Nagy öröm számunkra, hogy magyar kisebbségként 9. alkalommal szervezzük meg ezt a gasztronómiáról és kultúráról szóló fesztivált Nagyszebenben. Ez a város 1191 óta fiatal, mert a civil szféra nem hagyja városát porosodni, elavulni, hanem lépést tart a történelemmel, újra értelmezi önmagát, és országos szinten úttörő terveket tud megvalósítani. Újra értelmezni. Talán ez 2018-nak a címszava, és ennek jegyében hívjuk meg önöket, hogy élvezzék ezt a pár napot a magyarosabbá varázsolt Nagyszebenben. Nagy öröm számomra, hogy
kedves barátokat látok ma ebben a teremben, ugyanakkor büszke vagyok, hogy nagyszebeni hungarikumokkal kezdjünk. A hungarikum napok első napja arról szól, hogy ugye ez már a második műsor, ahogy Gyöngyi mondta, egy kiállítást nyitottunk meg, Szegedi Alice Torellának a Szebeni Portrék című kiállítását, azt majd a holnap után, ugye, aki a skanzenben lesz, ezt a kiállítást is megtekintheti. Ma pedig egy újabb hungarikum, sőt a második és a harmadik műsor össze van kötve, mert a harmadik műsor is hungarikumról szól, hisz Takács Gyöngyi is ekte nagy szebeni, tehát itt született, és a vérébe szeben vér folyik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek Nagyszebenbe. A 9. hungarikum napok úgy érzem, hogy elérte eredményét. A vendégeken kívül majd önök is tapasztalni fogják, hogy állítólag egy kis eső ellenére sokan leszünk más nemzetiségűekkel, és mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. A könyvbemutatót követően nem is következhetett más, mint hogy Takács Gyöngyi idegenvezetővel, aki a fesztivál egyik szervezője, egy városnéző túrára lehetett menni és felfedezni a sokszínű erdélyi város szépségeit. Nem tudom, hogy mikor hallottak önök legtöbbet Nagyszebenről, de feltételezhetem, hogy 2007-ben, amikor Európa kulturális fővárosa volt, és azóta már ezzel dicsekedünk minden évben, de most már egy következő címmel tudunk dicsekedni. 2019-ben nem csak Nagyszeben, hanem egész Szeben megye Európa gasztronómiai régiója lesz. Nagyszeben, municípium Romániában, Erdélyben. Egykor az erdélyi szászok kulturális és kereskedelmi központja, Szebenszék, majd Szeben vármegye, ma Szeben megye székhelye. A várost II. Géza magyar király alapította, és szászokat telepített ide. 1911-ben Csipin néven említik először a nagyszebeni prépostság pápai megerősítése kapcsán, mely a 15. századig az erdélyi szászok katolikus egyházi központja volt. Hamarosan az erdélyi szászok kereskedelmi és szellemi központja lett. Szebenszék központja Szabad királyi város. 1442. március 25-én a város mellett verte meg Hunyadi János Mezid-bég török seregét. Erős falak és 40 bástya védte, melyek a 15.-17. Században épültek. A török nem tudta bevenni, de 1556-ban tűzvész sújtotta. A 16. században az erdélyi reformáció egyik központja. Itt létesült 1529-ben Erdély első könyvnyomtató műhelye, amely épület most is látható. Szeben egykor Erdély legnagyobb szászvárosa volt, de a szászok többsége mára elmenekült, csak műemlékeik maradtak hátra. 2000-től 2014-ig a város Klaus Johannis szász polgármester irányította. Az államfőválasztáson elért győzelme miatt mondott le tisztségéről. A helyi szászok a mai Luxemburg területéről származnak. Az Európa Kulturális Fővárosa címért folyó versenyben helyreállították a nagypiacot, a kispiacot és a Huetteret, valamint felújították a város múzeumait.
szívesen hallgattuk a notáit, mert mindig, amikor meglátott minket, akkor magyar notákat is játszott ezen az zongorán, úgyhogy őt is lehetett hallani itt a Hazugok hídja. De miért Hazugok hídja ez a híd? Elsősorban ez egy nagyon fontos híd, mert Erdély első vasból öntött hídja 1859-ben került ide, Németországból hozták ide a Friedrich Hütten gyárból, és Nagyszebennek az egyik szimbóluma lett ezt a virágmintát, például több helyen is használják. Most a lakatokat ne nézik, most próbálom. Hát elmondom akkor a legújabb legendáját a hídnak, pont a lakatokról született. Ugye azért, mert ez egy műemlék és Erdély első vasból jött hídja. Ezeket a lakatokat évente kétszer levágják. Ezért üzenjük azoknak a szerelmes pároknak, akik a lakatokat ide költik, hogy amikor a lakatokat levágják, akkor a szerelemnek is vége, ezért ne tegyenek több lakatot. Az az valódi magyarázata a Hazugok hídjának, az egy szójátékból született, mert németül a fekvőhídnak azt mondják, hogy Liegenbrück, és hazudni azt mondják, hogy Lügenbrück. És egyszerűen egyik évről a másikra az archívumban úgy jelenik meg még egyik évben, hogy Liegenbrück, és másik évben, hogy Lügenbrück. Tehát egyszerűen egy szójátékból született a Lügenbrück, és persze még összekötötték ilyen-olyan elemmel, hogy a később itt volt a mindennapi piac és vásár, és mindenki el akarta adni az áruját, tehát hazudott, feltételezik, hogy hazudott. És még az olyan jósokat is felakasztották, hát hogy a hittól, akik olyasmit jósoltak, ami nem vált be. Másnap, július 6-án pénteken szintén kiállítás megnyitóval kezdődött a program. Peter La Ferenc szenyor felvidéki festőművész alkotásait nézhették meg a nagyszebeniek a református templom galériájában. A mindenki által csak szenyorként ismert művész Rétén született 1951-ben. Az alapiskolát Rétén és Szencen végezte, majd a pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett. Zebegényben és a Szentendrei Szabad Egyetemen fejlesztette magát. Rendszeres résztvevője a nyárasdi, pati, izsai, pozsonyeperjesi, a franciaországi Tuvri és a nagymegyeri művésztelepeknek. Festményei rendszeresen szerepelnek hazai és külföldi egyéni és közös tárlatokon. Például Prága, Pozsony, Budapest, Komárom, Bécs, Dunaszerdahely, Szenc, Tüv-Brinyol kiállító termeiben. A kiállítást a művész jelenlétében nyitotta meg Szémann Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke és Strebeli Róbert, a nagyszebeni Bruckenthal Múzeum főrestaurátora. Thank you.
szigetekről is vannak vendégeink, hiszen akkor egy kicsit erősebbnek érezzük magunkat. Szeretjük, ha erdélyi vendégeink vannak, szeretjük, ha magyarországi vendégeink vannak, de mintha amikor a más szórványvidékekről is érkeznek vendégeink, akkor úgy jobban érezzük magunkat, hogy nő a szívünk. Ki szeretném emelni azt is, hogy a műsort a Nagyszebeni Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal támogatja, illetve Szeben megye támogatja. Nagyon fontos, hogy a fesztivál hivatalos műsora a 2019-es Európa gasztronómiai régió keretén belül, és hogy Nagyszebeni Hungarikum napok a kulturális örökség európai évének és Románia 100 éves programok védjegye alatt szerveződik. Ezek mind olyan események és mind olyan fontos információk, amik mindig el kell hangzolnak. Akkor nem is húznám tovább a szót, hanem meghívom a Szemán Pétert, hogy köszöntse önöket néhány szóval. Szeretettel köszöntök mindenkit, vazalutkodások a Csép Tizenc, és nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetünk Nagyszebenben, nem először jövünk. Vannak itt, akik már rendszeresen visszajárnak, és tudják, hogy több kiállítást is hoztunk, és ez az együttműködés nem tegnap született. Ha megtetszenek nézni azt a zászlótot fel, ami ki van tűzve, akkor azt írja, hogy 125 évvel ezelőtt, 1893-ban a 133 éve alakult EMKE hozta ezt a zászlót ajándékba a nagyszebeni református énekkarnak. A lírába írja, hogy EMKE. Akkor minden énekkarnak az EMKE igyekezett adni egy zászlót, és 125 éve már ez a zászló hirdeti az EMKE, meg a nagyszebeni reformátusság közös gondolatait, és azt, hogy közösen dolgozunk a Magyarország megmaradásáért. Ez, hogy itt lehetünk, külön nagy öröm az, hogy egy felvidéki művészt hozhatunk el, hogy egy olyan művészeti karavánnak a részeként vagyunk Nagyszebenben, amit mi már körülbelül másfél éve próbálunk megszervezni, de hát a jó munkához idő kell, a rosszul még több, mindenki tudja. Nem volt ez könnyű, hogy minden feltétel meglegyen ahhoz, hogy el tudjunk jönni. Ez egy úgynevezett művészeti karaván keretében lett megoldva, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszíroz, és amiben a Kárpát-medencei különböző művészeti ágak között történik csere, hogy a Kárpát-medence művészei egymást jobban megismerjék, és ilyen karaván formában, mint most három helyszín volt Erdélyben ezekkel a kiállításokon, van fotó és film, van a képzőművészet, van írókat is hozunk, tehát különböző ágok, szobrászok, különböző ágok. Az idén filmesek mentek tőlünk a felvidékre, és mi képzőművész kértünk, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen drága ember lesz itt közöttük, mint Petra Ferenc Szenyor. Töltse békével napjait, elkezdve lássa a fiait, tatár török más ellenség, minket meg
Kastélyok zenéje a Szent János templomban. Ugyancsak pénteken, a Hungarikum napok második napján, 2018. július 6-án, 17 órai kezdettel a nagyszebeni Johannes templomba hívták meg a komoly zenekedvelőket. Vendég volt a magyarországi Erdődi Kamarazenekar. Az Erdődi Kamarazenekart 1994-ben alapította Szefsik Zsolt, a Budapesti Fesztiválzenekar hegedűművésze, vezető budapesti szimfonikus zenekarok fiatal zenészeiből. Az együttes célkitűzése a hagyományos kamarazenei repertoár bővítése 18.-19. századi kevésbé ismert magyar szerzők műveivel. Jelentőségük, hogy hazai és nemzetközi kottatárakban végzett kutatások révén megalakulásuk óta közel 20 magyarországi zeneszerző csaknem 100 eddig ismeretlen művét mutatták be nagy sikerrel.